Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket és a hallgatókat. Ez itt a Budapest Tele van faluval podcast élő adása, a Radnóti Színház Budapest születésének 150. évfordulójára rendezett pódiumbeszélgetése. Én Bolyár Iván András vagyok. Ez a mai rendkívül élő találkozó kiváló alkalom arra, hogy Walton Reinholz Eszter fotóit megnézzük. Ugye a felolvasások alatt, mint hallottuk, ezeket fogjuk látni. Számomra azért érdekes, én sokáig foglalkoztam építészettel, és Eszter is építész. Következésképpen az ő látásmódja, a képi közelítésmódja az érzékelhetően ebből a kultúrából fakad. Két olyan vendéget fogadunk ma, akiknek életműveink keresztül, hogyha majd egyszer, 100 év múlva valaki egy irodalmár visszatekint, akkor nagyon markáns és szertágazó képét kapja jelenkorunk Budapestjének. Erdős Virág, ez esetben hangsúlyozom, hogy egyebek mellett Budapest díjas költő, és Szécsi Noémi író, akinek talán a legfrissebb munkája a Budapest Nagyregény kollektív és ünnepi vállalkozásához írt szövege, Csepelt állítja a fókuszba. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és itt vagytok. Az volt a benyomásom, hogy Budapest sokáig nem volt mitikus táj, illetve hát keveseknél jelent meg. Mándi, Bereményi, nyilván náluk ez érzékelhető volt, és úgy éreztem, hogy talán 2000 környékén volt az, hogy Temesi Ferenc Pest, Hazai Attila Budapest is kizó, Körösi Zoltán Budapest nőváros regénye, később Térei protokollja, illetve hát ezek közé megérkeztetek ti is, a ti munkáitok volt azok, amik a jelenkor Budapestjét már egyfajta, hát akár mitikus tájként is, vagy valóságos térképszerűen is megrajzolható, megragadható területként írja le. Virág, nálad azt érzékelem, hogy mintha az ipartelepek, vagy a innen az Andrássy útról nézve periférián lévő susnyások és dzsindzsásokban lévő nejlon bódékban lakó emberek hajléktalanok világa lenne a falud. Mert ugye mi arról szoktunk itt beszélgetni, hogy kinek mi a faluja. Falud ez neked, a Hős utca világa, vagy hol vagy te otthon ebben a városban leginkább? Hát ezért én nem hiszem, hogy ezek ilyen külön falvak. Tehát az érdekes, hogy aki Budapest kellős közepét tekinti akár a saját falujának, ő is abszolút találkozik ezekkel a problémákkal, és az érdekes azt a folyamatot is végigkövetni, ahogy ez így egyre inkább begyűrűzik, vagy egyre inkább az arcunkba tolul a leghétköznapi járók előnek is egyre inkább muszáj szembesülni ezekkel a problémákkal, ami nem feltétlenül baj, hogy ez erre a bizonyos szembesülésre vagyunk kényszerítve, de az alap baj az mégiscsak ott van. Mielőtt kiültünk ide, hátul beszélgettünk, és kiderült, hogy körülbelül egy átlátunk anyukáddal egymáshoz, és hogy te 14 és 24 éves korod között ott laktál. Tehát vajon az a hely, ahol például én élek, az a te falud, azt lehet mondani, hogy ott vagy otthon, vagy ott voltál otthon, egyáltalán az otthonosság érzés, az hova költ ebben a városban téged? Hát sok helyhez kötődik, nyilván az életem bizonyos szakaszai szerint más és más helyhez, de hát én ezzel szoktam gondolkozni, hogy van ez, hogy ez az otthonosság érzés, ez inkább egy ilyen permanens idegenség érzés lesz. Aztán Budapesten egyáltalán, valószínűleg a világban benne lenni az. Annak az alapérzése egyre inkább ez a fajta idegenség, és az nyilván az ember a saját szülővárosában másképp idegen, mint tőle, külföldön, ahol ilyen legálisan vagy idegen. De itt hogy vagy idegen? Mittől vagy idegen? Hát itt ez a folyamatos ilyen készenléti állapot, hogy mindjárt szembe találkozol valami undoksággal és valami utálatossággal, és mindjárt pont ezt az otthonosság érzetet, ami az emberben oltatlanul kialakul, azt most mindjárt valaki elveszi tőled, és... És nincs is olyan, hogy ebben a folyamatos készenléti állapotban valahol kioldulsz, ki tudsz engedni? Hát persze, igen, vannak ilyen, ez egy ilyen... Csak valahogy az arányok egyre rosszabbak, azt érzem. Noémi, te szentesi vagy, ugye? Ott születtem. Ott születtél. Mikor kerültetek Budapestre, vagy te magad mikor érkeztél? Én akkor érkeztem Budapestre, amikor elkezdtem az egyetemet. 18 éves koromban.
Hogy ez mikor volt, azt nem mondom el. Isten, őrj! Neked a Budapestre érkezés egy nagy élmény volt, egy nagy megérkezés valahova felfedezendő területre, vagy nem volt különösebb programod vele? De igen, tehát én választottam, mert a szegedi és a budapesti egyetem, tehát én ugye a Dél-Alföldről származom, és a szegedi és a budapesti egyetem között kellett választanom, és egyértelműen Budapestet választottam, ide szerettem volna jönni tanulni. És hát nyilvánvalóan az irodalomból voltak élményeim Budapestről, és legfőképpen nyilván meglátogattam előtte is, előtte Budapestet, mert például az édesanyám is ide járt iskolába, de nem éltem itt előtte, és amik az embernek például az élményeim, mondjuk az édesanyja, az például egy Budapest élményem volt. Vagy egy csomó olyan könyv, ami a történeti Budapestet állítja fókuszba, és ezért vitatkoznék azzal, hogy nem volt mitizálva annyira Budapest, mert én nagyon-nagyon sokat, meg hát azóta meg különösen, nagyon-nagyon sok olyan régi, mondjuk 19. századi vagy század elős regényt olvastam, ahol Budapest áll a történet központjában. Hol van a te faluda, a nagy falu rengetegen belül? Ferencváros. Most már én ferencvárosinak érzem magam, és nagyon kötődöm is hozzá, és egy csomó... De szerintem az egy gyönyörű hely, gyönyörű falu Ferencváros. Sőt, az is több falu azért, mert mondjuk igen. A Bakács tér és vidéke, igen. Vagy a Ferenc tér környéke teljesen más, mint mondjuk a József Attila lakótelep, ami igen, és például van ilyen, egy ilyen turista része az egésznek, van ilyen rettenetes slum része, van ilyen kínai negyed benne. Én például most azon a környéken élek, ahol annyira ilyen multikulturális rész arcát mutatja Budapest, hogyha az ember egy kicsit odébb megy onnan, akkor már egy egészen más arcot lát. Szóval ez egy nagyon nemzetközi része lett a mondjuk a Mester utca környéke, a külső Mester utca. Élvezed ezt a más jelleget, vagy ezt a... Igen, mert hát nyilván én így... megfigyelem ezt, nem csak lakos, mert van, amikor bizonyos jelenségek az embert lakosként halálosan idegesítik, de íróként nagyon érdekesek. Tehát például kihallgatni, tehát mondjuk a pénztárnál iszonyatosan türelmetlen vagyok, és szeretném felrúgni az előttem állót. Értető. Hiszen miért is, nem? Hiszen budapestiek vagyunk. Igen, de közben, hogyha valami jót mond, akkor meg fülelek, és jegyzetelek magamban, és aztán azt ellopom tőle, kihasználom. Ugye az írók azért vannak, hogy az valóságos emberekből kiszívják az életet, és akkor ezt nyilván megteszem. Szentesiként neked milyen van, meg emlékszel arra a pillanatra, amikor te először azt mondtad, hogy na jó, akkor itt vagyok, akkor most itt fogunk élni? Nem, soha nem gondoltam, hogy el fogok innen menni, miután egyszer ide megérkeztem. Olyan tekintetben, hogy mondjuk visszatérjek a magyar vidékre, más nagyvárosokba oda akartam menni, és éltem is más nagyvárosokban. És voltak olyan nagyvárosok, amelyek megbabonáztak, és ahova szeretnék visszatérni, és ahol el tudnám képzelni akár az életemet is, csak hát ez nyilván az embernek egy csomó ok miatt ez nem lehetséges, hogy mondjuk így kitépje a gyökereit, de az biztos, hogy nekem is majd talán a felolvasott szövegből is kiderül, hogy nekem voltak olyan korszakaim Budapesttel kapcsolatban, amikor nagyon dühös voltam rá, és utáltam. És aztán azt hiszem, hogy mint ahogyan egy középkorú nő egy csomó dologba így beletörődik, így Budapesttel kapcsolatban is beletörődtem dolgokba. Középkorú férfiakkal is hasonló dolgok szoktak történni, vigasztalásul mondom. Úgy érzem, mintha te viszonyulásod a városhoz, részben az elfogadás, részben egyfajta pozitív, szeretetteljes viszony lenne, lehet, hogy itt nagyon előre szaladtam, de benned azt érzem, hogy nem. Tehát, hogy nem tudom, hogy te szereted-e ezt a várost, vagy csak a problémákat látod benne, a bajt.
Hát ez ilyen bonyolult nyilván, de ezek a nagy, az ember az anyját szereti úgy, hogy azért abban mindenféle bele. Érzelem bele tartozik. Volt egy ilyen hosszú távú projekt az életemben, amikor azzal a céllal indultam el, hogy akkor én most 100 kis rövid szöveget írok Budapestről, és ahhoz hozzáteszek 100 saját fotót, akkor egyszerűen valahogy az összkép az mégis úgy ilyen nagyon-nagyon-nagyon sírálmasra kerekedett, úgyhogy pedig akkor ott igazán úgy indultam el, hogy akkor én most nyitottan és vidáman és pozitívan, és ez 2016 volt, és akkor azzal szembesültem, hogy ez a város, ez... Hogy sorbult ki ez a törekvés, hogy te most akkor egy ilyen szép és jó érzéseket. Hát kinyitottam a szememet, valószínűleg az volt a baj, mert akkor 2016-ban én már azt láttam, hogy itt mindenféle romlás történetnek a vége felé jár ez a város, és hogy annyi sok. Azt hiszem, hogy ide illik, hogyha megkérjük Kovács Adélt, legyen kedves, és tőled olvassa föl a Budapest beteg című írást. Erdős virág, Budapest beteg. Egy könnyű tavaszináthával kezdődött, aztán kétoldali tüdőgyulladás lett a vége, és azóta nincs megállás. Szünet nélkül betegeskedik. Zsibbad és fullad. Ritmuszavara van, és hipertóniája. Az ödémájára vízhajtót szed, az oszteoporózisára kalciumot. Ha feláll, elszédül. Ha levegőt vesz, besipol a melle. Pajzsmirigy problémáktól szenved. Fáradékonyságra panaszkodik. Dietetikai konzultációra és csípőprotézis beültetésre vár. Még allergológiai szakrendelése is szerzett időpontot. Olykor összeomlik a keringése, máskor egekbe szöknek az amiláz értékei. A porckorong sérvével injekcióra jár, de vese transplantációra is elő van jegyezve. Reggelente gyomorgörcsel ébred, estére bedagad a lába. Telente depressziós, nyaranta pánikbeteg. Téveszmély vannak, és agorafóbiája. Könycsatorna elzáródása és alagút szindrómája. Néha úgy viselkedik, mintha örökké akarna élni, máskor meg, mintha a rituális öngyilkosságát készíteni elő. Hektikus és hiperaktív, mániákus és következetlen, azonnali konzíliumot követel, de a laparoszkópia kifejezést legszívesebben törölni a szótárából. Az előjeleket félvárról veszi. Az onkotímnek beszólogat, a GG mikrofont lemeríti, az inzulint elfelejti beadni magának. A vénakanül takargatja, pedig azt nem szabad. A sztómazsákot szégyeli, pedig nem kéne. És akkor még ott a Covid is. Miután levették a gépről, sokáig nem szólt senkihez. Megkeseredett, mint a hunyadi víz. És kiürült, mint a gosdódvar. A legjobb ízeket azóta se érzi. Az űrhajósoktól azóta is fél. Ha megint jönnek, hátra feszíti a derekát, és ellöki az orrától a pálcikát. Szélütést imitál, és beteg jogokat emleget. De szelíd kezek lefogják, és odatolják a falhoz. Ott ül majd estig a lefékezett kerekes székében a nyelve alá rejtett tablettáival, sajgó szívvel és gyulladt szemekkel a járólapok töredezett ornamentikáját tanulmányozza, és a közelgő évfordulóra gondol. Mit mondhatnék? Jobbulást, Budapest! Gyógyulj meg gyorsan, és élj még 100-150 évig boldogan és egészségesen.
Szóba került itt a Covid, és ha már Covid, az jutott eszembe, hogy talán a budapesti irodalomban ti vagytok ketten, akiknél megjelennek a biciklis futárok, hiszen te magad például voltál is a Covid alatt, nem? Ezért ez egy nagyon sajátos időszak volt mindenkinek, és Budapestnek is nyilván. Tehát, hogy itt az egy, az borzasztóan érdekelne, hogy, hogy milyen városrészekben jártál, és mennyire volt más a különféle városrészeknek az életformája belül. Ez egy alkalom lehetett belelátni családok életébe, vagy? Hát persze, ez egész egy nagyon unikális helyzet volt azzal, hogy mi voltunk egyedül felhatalmazva rá, hogy a városnak ezt az arcát lássuk, és ez a Gosd udvart kivirítve látni, az, az például egy ilyen kivételes élmény volt, amit csak nekünk adatott meg, és a teljesen kiürült városban, teljesen kiürült éjszakai utcákon, amikor így telibe látod az Andrássy utat, tényleg a innentől egészen a Hősök teréig üresen. A bringa futárkodás, ez korábban is érdekelt már, vagy ezt hozta az élet? És ezt az élet ezt hoztam, nem tudom. Mert hát téged meg érdekel a bringa futárkodás, hiszen az egyik könyvedben egy egész csapatot látunk. Igen, egyébként most az érdekes, amit Virág mondott, mert én pedig szakács voltam a Covid alatt, mert én, hogyha így visszakapcsolok, ugye, hogy a középkorú nőkkel mi történik, egy olyan válság is történt velem, hogy így elhatároztam, hogy nekem meg kell tanulnom egy szakmát. És akkor pont úgy alakult, hogy amikor megtanultam ezt a szakmát, a szakmai gyakorlatom pont arra esett a Covid-ra. Úgy volt, hogy én egy bisztróban fogok dolgozni, és ilyen kis tányérokat készítek, mindenféle dolgokat így elhelyezek rajta, ilyen pindurka bélszint, és ilyen icipici kis lila karfiolt, és így rákenek valamit. De ehhez képest a bisztró ugye nem tudott működni, és pop-up pékséggé alakult, és olyan, tehát ilyen menüket főztünk, és én voltam a pék, aki a kakaós csigát sütötte, meg a kifliket, és segédmunkásként részt vettem a napi 50 menü előállításában. És nagyon sok futárral találkoztam én is, és ez nagyon feltűnő volt, hogy mennyi nő futár lett akkor, olyanok, mint Virág például, akik így becsöngettek, és én pedig átadtam nekik azt a menüt, amit vittek valahová. Akkor gondoltam igazán azt, hogy mennyire szeretek író lenni, amikor, tehát hogy erre mindenképpen jó volt. Tehát, hogy amikor az ember kiesik ebből az értelmiségi létéből, és megtapasztal egy másik életformát, a világot egy másik nézőpontból látni kezdi, akkor rájön, hogy mi az, amihez igazán kötődik az életében. És ez mindenképpen az, hogy így gondolkodjon a dolgokon úgy, hogy megírja őket, hogy alkot. És nem volt ebben felszabadító, hogy el tudsz engedni egy egyébként ellenmondásos szerepet? Szerintem ez mindig megmarad, az ellentmondás szerintem abban, hogy az alkotásban mindig megvan az ellentmondás, és az ember keresi az ilyen kényelmesebb életformákat, de aztán így ez egy erős vonzás, ahova visszatér az ember. Egy másik beszélgetésben felhoztam, de most, hogy így szóba került, nekem is volt egy nagyon erőteljes élményem a Covid alatt, amikor én nem voltam Budapesten, vidékre mentem, és a nyár végén, a nyár során egyszer Budapestre kellett jönnöm, akkor éppen viszonylagos feloldás volt, és kiültem a körútra egy teraszra, és ott a teraszon azt érzékeltem, hogy nincsen senki, aki egyébként a Buli negyedben szokott volt lenni, tehát egy angol turista sincs, de német se francia, semmi, csak mi vagyunk magyarok. És a körúton én azt érzékeltem, hogy nagyjából 5-ből 3, vagy inkább 4 ember eszelős. Tehát, hogy őrültek, függők, súlyosan függők, és nagyon-nagyon-nagyon rossz állapotú emberek jöttek föl alá körúton. Tehát ez nagyon érdekes volt, hogy számomra is a város egy olyan arcát mutatta, amit nem szoktunk látni, mert el van lepve a sok jó helyes külföldivel, aki húzza a kis bőröngyét.
és ez nagyon döbbenetes élmény volt. Tehát azt a várost láttam, amiről te szoktál beszélni, csak én nem megyek ki oda, ahol ők vannak, hanem ők jöttek be akkor. Igen. Tehát valami, hogy letisztult a kép, az történt. Tehát engem sem a Covid érdekelt, hanem hogy most mi történik adott esetben a várossal, és hol tartunk. És itt valahogy így sokkal koncentráltabban lehetett, színről színre lehetett látni azt, amit egyébként nem, hogyha tele van a város mindenféle. És hogy tudod ezt, engem nagyon kötnek a szociológiai szempontok, vagy nézőpontok. Ugye ti írók vagytok, tehát egy egészen más, a nyelvvel dolgoztok. A te például az egyformák vagytokban, ott ugye felső középosztály ballibb értelmiségi közegnek a világát fested meg. Ott az, hogy mondjuk szignifikánsan másabb nyelvet használ az a közeg, mint mondjuk a Hős utca vidéke. Ez mennyire tudatos, amikor írtok, hogy más szavakat, nyelvi elemeket építetek be? Mennyire ösztönből jön, vagy mennyire tudatosan figyelve használjátok ezeket az eszközöket? Az hozzá tartozik, tehát nem lehet semmiről se írni, úgyhogy most oda megyek és elkezdem írni, először azt a nyelvet meg kell tanulni, tehát gyakorlatilag egy nyelvet meg kell tanulnom ahhoz, hogy arról bármit írni tudjak, szóval én egy csomó esetben azt érzem, hogy a Hős utcában is hosszú hónapokat kellett ott tölteni ahhoz, hogy az ember vegye a bátorságot magának, hogy írjon, és szinte ilyen szótárazni kell előtte, mielőtt leülsz. Hát aztán ezt nem tudom, hogy más esetekben, most a balit értelmiség esetében. Igen, nyilván ott is van az ember, amikor így, tehát egyrészt ez valamennyire az a nyelv, ami körülvesz egy embert a társadalmi közegében, de mégis kell valamennyire karikírozni ezt, és rájátszani bizonyos szófordulatokra, vagy fogalmazási módokra, vagy szóhasználatokra természetesen. És nyilván én azért is foglalkoztam ezzel dologgal, az ilyen stílusregiszterekkel, mert én történelmi regényeket is írtam, és engem például nagyon érdekel a sajtónyelv, az leginkább, és azon kívül meg, hát nyilván akkor, hogyha egy történelmi regény ír az ember, akkor a kor regiszterek is bekerülnek, szóval ez nyilvánvalóan nagyon-nagyon fontos eszköz az ember számára. Kicsit mást akarok kérdezni. A beszélgetésünk elején említetted, hogy az utolsó Kentaur idején volt benne dű. Most, hogy, és ennek a dűnek volt a formája, hogy te abban a regényben felrobbantottad a Calvin téri üvegépületet. Most, hogy kiderült, hogy kerepesen a Burj Khalifa kicsit sárga, kicsit savanyú magyar verziója fog fölépülni, most mit érzel? Nekem egyébként az új jelenségem az a hatalmas toronyház, ami ott Budán épült a Kopaszigátnál, uh-huh. És jártam is benne, és szerintem teljesen fölösleges és rettenetes, és ahogy az ember így megy a körúton, akkor egy ilyen értelmetlen dolog látszik a város sziluettjében, egyelőre legalábbis. De ezeket aztán az ember valahogy így megszokja, vagy így beletörődik annak ellenére, hogy ilyen, tehát ilyen hivalkodó, zavaró dolognak tűnik. De Budapestnek nagyon sok ilyen hivalkodó, zavaró eleme van. Tehát szerintem ez kifejezetten sajátosság a Budapestnek, ez az ilyen párvenű ilyen fitoktatása a dolgoknak, és ilyen szervetlen építészeti kinövések a testén. Szóval szerintem, hogyha valami jellegzetessége ennek a városnak, akkor ez. Nem egy építészeti stílus, hanem ez a vonás. Azt szeretném kérni, hogy Tóth Ildikó legyen kedves, és a Széchenyi Noémi utolsó kentauriából olvasson föl nekünk, ha már ennyit megidéztük ezt a
ezt a regényt. Utolsó, Kenta úr. Részletek. Tudva levő, hogy Budapest a hazájukon belül nagyvárosi létre áhítozó magyarok kizárólagos esélye. Akadnak olyanok, akik eleve ide születtek. Mások a tanulmányaik vagy munkájuk köt ide. Talán ők is jobb életre vágynak, de tehetetlenül külső körülményekre hivatkoznak, gyökerekre, lehetőségekre, kulturális életre, és sodródnak tovább. Így hát 2 millió ember lakik itt, mert ide született, ide köti az élete, vagy egyszerre akar Magyarországon maradni és nagyvárosban élni. Kevesen viseltetnek közönösen egyetlen metropoliszunk iránt. Vannak olyanok, akik Budapestre, mint nőre, mint úri dámára, olcsó ringyóra, viruló vagy hervadó szépségre gondolnak, és szerelmesek belé. Aztán vannak, akik érzésük szerint családon belüli erőszak áldozatai. Úgy mondják, utóbbi esetben a bántalmazó és a bántalmazott mindig jól ismeri egymást. Míg a bántalmazó közönös a bántalmazott hétköznapi problémái iránt, addig a bántalmazott jól ismeri a bántalmazó szökőkutas tereit, szűk utcáit, romkocsmáit, hívogató kávézóit, néha még omladozó épületei történetét, utcaneveinek meséjét, régi legendáit is. Kicsit olyan ez, mintha valaki az unoka testvérébe lenne szerelmes. Közös gyermekkori élményeikre emlékezik. Melegséget érez a szíve körül, és úgy hiszi, ha a szerelme elég nagy, bizonyosan viszonzásra talál. Maga a bántalmazás ténye ébreszt bűntudatot benne. Arra gondol, ha nem szeretik, annak csak egy oka lehet, ő nem igyekszik eléggé. Jobban kell igyekeznie. Kéri az újabb verést, és csak akkor meri elképzelni, hogy máshol jobb élet várna rá, ha vendégségbe megy. A város ablak szemei azonban erre is egykedvűen csillognak. Ha úgy tartja gonosz kedve, legfeljebb zsarolást alkalmaz. Sokadszorra veszi elő, ezért unottan hadarja. Magyar az anyanyelved. Itt születtél. Ez a hazád. Mindenütt máshol akcentussal beszélsz. Mindenütt máshol idegen vagy. Kinek másnak kell lennie nyomorult? Egyedül én tűrlek meg, és fogadlak magamba. Igaz, csitítja a bántalmazott, mert szeretné, ha a lelki erőszak kettejük titka maradna. Hát, hol találok hozzád foghatót? Ki az, aki rajtad kívül ilyen hatalmas? Ki az, aki rajtad kívül ennyire ismer, ennyire tudja, mitől sírok, mitől nevetek? Hogy is tudnálok valaha elfelejteni? Így gyakorol a város ellenőrzést és uralmat lakosai felett. Így bagatelizálja a kegyetlen, erőszakos bánásmódot. Hát, miért lenne itt rosszabb, mint máshol? Miért lenne itt a legrosszabb? Ne hízelegjünk ezzel magunknak. Minden nagyváros forgalmas és koszos. A dugó és a smog teszi a nagyvárost. A nagyvárosokban folyton építkeznek és tüntetnek. Hát ilyenek a nagyvárosok. Máshol is vannak erőszakos koldusok, korrupt parkoló őrök, agresszív autósok, lusta munkások, gondatlan szemetelők, szemtelen zsebtolvajok, közönös rendőrök, lelkiismeretlen vandálok, pimasz árusok, sunyi kutyasétáltatók, hősködő grafitisek. Nincs olyan nagyváros, ahol ne találnánk patkánylakta romokat, omló vakolatot, gödröket, feltépet járdákat, kitépet sineket, feldúcolt házakat, összefirkált falakat, bokáig érő szemetet, eldózerolt műemlékeket. Így igaz, ismeri el a bántalmazott. Tűsarkú cipellőddel ütheted a fejem? Hajszárítót dobhatsz a kádamba? Nem bánom, mert örülök, hogy megtűrsz magad mellett. Oda nem mehetek vissza, ahonnan jöttem. És aki nem kívánja egész életét a héjanászban leélni, és elhiszi, hogy máshol jobb élet várja, ama idegen városba távozván majd maga is elmorzsol egy könycseppet, és élete legnagyobb szerelmére gondol. Aki egy olcsón vett hosszú hétvégére érkezve leszáll a Ferihegyi pusztán, talán nem is sejti, hogy sokakban ilyen nagy érzéseket kelt ez a kopott, szürke, szomorú hely. Ha taxit fog, és nem kerül a reptéri maffia kezére,
és nem a város rojtosra szaggatott végbelén, a kőbánya kispesti metróállomáson keresztül jut be a központba, biztos bájosnak találja a nagykörút házsorai között igyekvő új villamost, s párizsiasnak látja az Andrássy utat. Valaha fényes sugárútnak számított, és még mindig maradt benne valami megejtő. A kezdet kezdetén kávéházak, könyvkiadók lakták, most bankok, éttermek, luxusüzletek villanyozzák föl új élettel az évtizedeken át egyre csak szürkülő, majd feketére váltó falakat. Az egyik kereszteződésben olasz dalszínházakra emlékeztető operaház áll. A másik metszet környékét magyar Broadwaynek hívják. Hát ez valószínűleg csak belső terjesztésre szánt tréfa, hiszen mindössze 200 méternyi utca szakaszról van szó. Régebben jobbára mulatni jártak ide az emberek. Most a színházakba sereglenek, kávézókban csevegnek. Szebbik arcát mutatja itt Budapest. Azt, amelyhez ifjúság, szerelem, életöröm és lokálpatriotizmus nevében szerelmes dalokat dalolnak. Budapesten akadnak ártatlan utcák is, ahol a legjobb családban is megeső, bocsánatos bűnökön túl más kín nem terheli a levegőt. Az Andrássy út nem ilyen. A hősök terét az itt felravatalozott mártírok, a köröndöt az elcsapott gyalogosok, a szép utca környékét a marólugot ivott valahai cselédlányok, a villasor sétányát a magukat halára altatózó úriasszonyok és a csődbe ment gyárosok nyughatatlan lelke járja be éjfél után. A Csengeri utca sarkán álló 60-as számú házat annyi szenvedés tölti meg, hogy éjszakánként megfeszülnek az ablakokba illesztett üveglapok. A Batthyány palota környékén az 1919-ben a pincében agyonvert burzsulyok, az oktogonnál az ott kivégzett kisnyilasok és a fejbe lőtt szovjet katonák szellemei kísértenek. A Klauzál térről, az egykori gettóból idáig hallatszanak a keserves sikolyok. A nyolcszögletű teret az opera felé elhagyva már nem ennyire sűrű a levegő. A Liszt-Ferenc tér kávézóiban legfeljebb csak árat drágítanak, vagy adót csalnak. A bankokban legfeljebb uzsorakamatot terhelnek a kölcsönökre, legfeljebb a palotákat játsszák át a kótyavetyén fantom cégek kezére, legfeljebb a parkoló cégek megbízottai állítanak ki cinkelt büntető cédulákat. Az autósok, az egykedvű kutyasétáltatók, a megrögzött szemetelők legfeljebb a környezetet szennyezik. Közben és azóta felvonult itt a teljes magyar lakosság. Legitimisták és kommunisták, szocialisták és keresztények, antikommunisták és hungaristák, melegek és mély magyarok, paramagyarok és posztmagyarok, békepártiak és tolerancia hívők. Ütöttek, vertek, dobálóztak, füttyögtek, égettek, táncoltak, nevettek, gyűlölködtek, szerettek, rajongtak, röhögtek, tapsoltak, táncoltak. Amit az Andrássy úton ember még nem tett meg, az nem is létezik. Ugyan mi történhet? Ezután már nem történhet semmi rossz. Az első regényedben, a Finnugor vámpírban is, meg a Budapesti úrinő magánélete című könyvedben Budapesttel foglalkozol, és itt is Budapesttel foglalkozol. Tulajdonképpen te a társadalmi működésre, a nagyvárosi emberre vagy kíváncsi, vagy magára, maga a tárgya, a te figyelmednek a város, Budapest maga, vagy az a város személyisége? Hát igen, ez egy érdekes kérdés, hogy vajon ha engem ledobnának valahova máshova, akkor az is ennyire magába szippantana, lehetséges, de az biztos, hogy nagyon izgat a város története minden szempontból, tehát így irodalmi szempontból is, hogyha jobban belegondolok, én másról nem is nagyon írtam, mint Budapestről, hogyha igazából önkritikus akarok lenni magammal, hiszen a kommunista Monte Cristo az is Budapesten játszódik.
Nem tudom, hogy ezt használjak-e ilyen nagy szavakat, de hát ez valami szerelem, igen. Beszéltünk itt a nyelvről, meg arról, hogy teljesen tudatos volt a nyelvhasználatot, hiszen tanulni mentél mondjuk a Hős utcába. De mondjuk az, hogy egy városi textúra térszerkezetével, utcahálózatával, illetve nyelvi textúra átfedődhet-e, illetve ebben van-e bármifajta tudatosság, most másképp kérdezve a dolgot. Például a Kun utcai, azt hiszem talán Orsolyita, vagy nem tudom, milyen zárda, az megjelenik nálad is, és a Bereményinél is. Vagy abban a száz kép, száz szöveges kötetetben írsz az erzsébetvárosi mandulafáról, amire egyértelműen én úgy érzem, hogy ez Janus Pannoniust idézi. Tehát, hogy ez a fajta beidézés, átérzés, átkötés, átfigyelem más szerzőknek a szövegeire és ennek a használata, ez szintén tudatos, vagy egyszerűen az, hogy te ebben élsz, ez a te anyagod, és ez jön? Hát ez abszolút jön, csak hogy ez inkább a hátránya szokott ennek kiderülni, hogy akinek viszont ez nincs meg adott esetben, vagy pont nem azok a versek csengenek a fülében ebből a hatalmas hagyományból, akkor annak számára ezek, tehát nem működik a dolog. És ezzel a könyvvel például pont ez volt a baj, hogy egyszerűen nem értették, hogy mire játszok rá. Úgyhogy, és akkor ezzel nagyon ki is borultam, és akkor emlékszem, hogy egy hosszú listát csináltam, minden szöveghez odaírtam, hogy akkor ez most József Attila, ez most Radnóti, ez most Pilinszky, ez most Bereményiről nem tudtam, de hogy akkor adott esetben Janus Pannonius. De hogy igen, ahogy a város is ilyen hagyományok rétegei tevődnek egymásra, és akkor hol kilátszik még alóla az a festékréteg, hol már nem, de valahogy mégis ott működik. Úgy, ebből a szempontból az irodalom is egy város, ami folyamatosan egymásra épülnek ezek a rétegek, és igazából nem is lehet érteni a legfelső rétegét akkor, hogyha nem tudod, hogy mire épült. Nálad például van ilyen? Tehát, hogy a saját irodalmadban folytatsz-e párbeszédet más szerzőkkel? Persze. És például, amit említettem, a Kosztolányi Édes Annája, az engem például arra ihletett az a jelenet, ahogy a Kun Béla elrepül a sütemény zserbóval a zsebében a város fölött. Bennem például az indítottam el azt a gondolatot, amivel a kommunista Monte Cristo-t írtam meg, ami 19-ben kezdődik szintén. Tehát, hogy ott annak a regénynek az olvasása és az a kép, amit elképzeltem, beindította azt a folyamatot, hogy én is elképzeljem ezt a város történetet, ami 19 és 57 között játszódik. Úgyhogy ezek működnek, és szerintem ott ez nagyon nyilvánvalóan meg is jelenik mindenki számára nyilvánvalóan. A Budapest nagyregényben Csepelt választottad témáról, és azt mondod, hogy azért, mert hogy olvastam valahol talán, hogy téged érdekel a munkásmozgalom. Most ennél nem aktuálisabb valamit, vagy ellenszélben lévő érdeklődést, de szóval, hogy mi érdekel azon? Hát például ez érdekel, hogy a 19. század végén a csepeli munkásnők milyen körülmények között éltek, és ezzel foglalkozom is, tehát kutatok is ezzel kapcsolatban, és hogy éltek. Ez nem olyan érdekes, és nem is ismeri annyira az ember a munkásnők életét, inkább mindig a cselédek vannak fókuszban, mert például az irodalomban sokkal gyakrabban megjelennek, de hihetetlen, hogy ez miért van így, és valószínűleg azért, mert ők a háztartásokban éltek, és az írók, akik róluk írtak, velük voltak kapcsolatban. És a munkásnők nem voltak ilyen közvetlen kapcsolatban az újságírókkal vagy írókkal, és ahogy kutattam, ez ki is derül. Például dohánygyári munkásnő 20 000 volt a századfordulón, tehát nem voltak kevesen éppen,
És valahogy mégis így kikopott a tudatból, hogy az ő életük milyen volt akkor. Igen. Most csak úgy eszembe jutott valami, ami teljesen más, de ugye a gyerekkoromban a kubai munkásnők, akik a Fehérvári úti gyárakban dolgoztak, a Moszkva téren mentek át minden nap, és az egy nagyon erős világ volt, és nyom nélkül tűnt el, pedig egy évtized volt. Mik a tervek Budapesttel, vagy irodalommal? Folytatjátok-e így ebben a formában? Van-e terv egyáltalán, vagy egyszerűen csak végzitek a dolgotokat? Hát például, amit most írok, abban a könyvben is nagyon sok Budapest lesz valahogy. Szóval úgy óltatlanul bele szövődik mindig, tehát ez szerintem egy örök szerelem is, vagy hát örök utállak is, szeretlek is viszony. Úgyhogy nekem abszolút benne van a életemben. Nekem is ehhez kapcsolódóan, tehát hogy majdnem 10 évvel ezelőtt jelent meg 2015-ben a Budapesti úrinő magánélete, amit Géra Eleonórával közösen írtunk, és egy ilyen művelődés történeti kötet volt, elsősorban a középosztálybeli nőkről, és kicsit szégyenkeztem emiatt, hogy nem kerültek bele az alsóbb osztálybeli nők, és most egy olyan bővítést, átíratot, átdolgozást, de azért egy új verziót készítek, amiben sokkal inkább képviselve vannak ezek az osztályok is. De ott a város híres asszonyai, vagy híres színésznők és dámáik szerepeltek, nem? Nem elsősorban, inkább a középosztálybeli nők is azért ismert, hogy elsősorban ez a kutatási kérdés is, hogy kiket lehet kutatni, tehát ők írnak naplókat, leveleket, stb. Tehát én a munkásnőktől nem fogok találni soha egy naplót vagy levelet. Van, aki nem is tudott írni, cselédeknél ugyanúgy, tehát ez is ilyen budapesti dolog, hogy az ember bolhapiacokra jár, és ott látja széttépett életeket, néha konkrétan széttépett életeket, így miszlik beaprított fotóalbumokat, és akkor abból próbálja összeilleszteni egy családtörténetét. Nekem ez is egy nagy szenvedélyem, és például teljesen mámoros voltam a múlt héten, amikor találtam egy munkakönyvet, egy dohánygyári munkásnő munkakönyvét a századfordulóról, amiből, hogyha az embernek megvannak hozzá a módszerei, akkor nagyon sokat megtud, annak ellenére, hogy ő nem írta le az életét. Nagyon jól nyomon követhető, egy fölismerhető módszertant meséltél most el. Neked van módszertanod? De most pont így, ahogy hallgattam, én azt veszem észre magamon, hogy engem kizárólag a jelen érdekel. Én most ugye a nagy regénybe nem mertem vállalkozni, de csináltam egy kis szöveget, aminek kis regény alcímet adtam, és az a 24. kerületről, a Margit-szigetről szólt, és ott ugye megjelenik egy másik idősik a Margitnak, a Szent Margitnak az idősikja, de hát az nyilván annyira, az már ilyen mitikus idő, és ott is azt vettem észre magamon, hogy az érdekel, hogy most mi történik, hogy ott, igen, tehát, hogy bennem nincsen ez a fajta kíváncsiság. Akkor jó páros vagyunk. Megmutatjuk a két vetületét a dolognak. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és köszönöm szépen, hogy meséltetek a munkátokról. Még van egy szövegünk Virágtól, a Tóth Ildikó fogja felolvasni nekünk a Budapest türelmetlen című szövegedet. Budapest türelmetlen, avagy a gyülekezés szabadsága. Budapest türelmetlen. Nem bír várni. Nem akar várni. Nem fog várni. Felugrik a fotelből, és lefekszik a földre. Megállja az a rendszer kritikának. Akadályozza a gyalogos forgalmat. Felmászik az oroszlánra. Odaláncolja magát egy hidraulikus gémhez. Tömegjeleneteket rendez. Az úttestem mászkál. Indokolatlan hangjelzéseket ad, felkapcsolja a zseblámpa funkciót és integet vele. Teleköpködi a bömbit, aztán továbbadja.
Elhajít egy füstgyertyát, visszadobja kenyérrel. Vízbázisú festékszóróval támad, lemossa a gyalázatot. Mikor akarja? Most akarja. Hogyan akarja? Nagyon akarja. Vonul, skandál, kergetőzik. Molinót ír és Majakovszkijt olvas, József Attillát, és felgyújtja magát. Ledönti a gyűlöletfalait, és a helyére szociális bérlakásokat épít. Átírja a történelemkönyvet, és pár dolgot kihagy. Veszekszik és vizionál, improvizál és hibázik. Az összegöngyölt uniós zászlót ott felejti a buszon. Sárga maszkhoz kockás inget húz, fekete bakancshoz hidzsábot. Visszahelyezi magát a civilizáció térképére, csak most egy kicsivel közelebb a Karib-tengerhez. Fellök egy kukát, de megbánja. Elköt egy szánkót, de visszaviszi. Hallja, ahogy felszólítják. Látja, ahogy felszikrázik. Kiüríti a zsebeit, kiteríti a bankkártyáit, kiteszi a lelkét a motorháztetőre, és kamerába mondja az elkülönített állami pénzalapok adatait. Azért van ma itt, mert olyan országban szeretne élni, ahol. Odaáll az erkély alá, odaül a küszöb elé. Megvádol, megvéd, megvigasztal. Yin, mint a múzeumkert, és Yang, mint a Corvin köz. Még a pesti srácokkal is szóba áll. Megnyugtat egy rohamrendőrt, megöleli a sósavas bácsit. Örre megy a saját halott apjával, és győz. Átveszi az örökségét, és birtokba veszi az otthonát. Meghívja a barátait, és átrendezi az utcabútorokat. Tanyát üt a Szabadsághídon, tábort vet a Lendvai utcában. Felhívja az anyját, hogy elbúcsúzzon, felhívja a lányát, hogy rábeszélje. Elképzeli, ahogy a tézertője áthatol a ruházatán. Elképzeli, ahogy az áramütés idegi alapú motorikus gátlást indukál. Elindul egy úton, aminek nem lehet látni a végét. Szelfit küld az Andrássiról, hogy nyoma legyen. A körönről felhív, hogy hol vagyok. Megállít egy rabomobilt, átengedi a mentőt, felsegíti az elesetteket, és a nélkülözőket elhalmozza instrukciókkal. Elkerüli a zsákutcákat, és előre szalad a történetben. Az Oktogonnál balra fordul, az Asztóriánál jobbra fordul. A Bazilikánál erőt gyűjt, a felüljárónál bevárja a többieket. Az Alkotmány utcában felbátorodik, kikerüli az elefántcsapdát, és beáll a fotóhoz. Órák óta egy helyben topog. Hetek óta egy helyben topog. Évek óta egy helyben topog, és veszélyezteti a hangszálait. Még egy pár perc diktatúra, és elfagynak a lábujjai. Még egy gyújtó hangú beszéd, és felforr az agyvize. A Kossuth tér, mint egy sötét, meleg konyha, megtelik használt levegővel. Kimegy a ház az ablakon, és a hátsó fertály beszuszogja a teret. Hátak, hajak, tarkók és kapucnik nézik egy evakuált wellness-szálló horrorisztikusan bevilágított homlokzatát. Balról az apokalipszis lovas szobrai, jobbról egy csalódott, vidéki fiatal, síppal. A nyakában egy gyerek. Budapest, ez a terméketlen abstrakció, ez a hisztérikus dagasztógép, ez a türelmetlen, okos állat, minden bonyolult mondandóját öt szótagba koncentrálva zúg és reng és toporzékol, amikor a kisfiú bekapcsolódik a forradalomba. Kézzel-lábbal szorítja az apja fejét, és közben kopogó hangon, rossz ütemben ismétli a félrehallott mondatot. Tortát akarok! Tortát akarok! Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves Virág, kedves Noémi, ez volt a Budapest Teli van Faluval podcast élő, egyben utolsó adása. Ez is valamennyi beszélgetésünk megtekinthető majd a Radnóti Színház YouTube csatornáján, illetve meghallgathatók a Színház Spotify és Apple Podcast gyűjteményében, valamint a webfolyóiratom a Vulkán oldalán is. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, köszönöm szépen a beszélgetést. És bár ez a beszélgetés sorozat 13 izgalmas városlakó, valamint 29 író, tucatnyi kitűnő Radnóti színész együttműködése most véget ér.
ezért aztán csak továbbra is használják úgy, járjanak, keljenek városunkban azzal a szeretetteljes figyelemmel, hogy közben tudják, Budapest teli van faluval. Köszönöm szépen.